Pedig ott vannak a győzelemhez, nagyon meg kellett harcolni a mai sikerért. Congrats for the win, we really had to fight for this tonight. Yes, definitely, it was a hard game, a lot of up and downs. They gave us a fight. I think there was a lot of positives we took out of it. We had a lot of connection as a team, but also a few things we still need to work on for an upcoming tough team. But overall, we're just happy that we pulled out the win. Igen, igazából nagy küzdelemre kényszerítettek minket, és tényleg egy nagy csata volt ez ma, de úgy gondolja, hogy vannak pozitívumok, amit kivehetünk ebből a mérkőzésből, hogy olyan helyzetekben csapatként működtünk, amikor kellett, megtaláltuk egymást olyan helyzetekben, amik esetleg nem fölállított, hanem úgymond improvizált helyzetek, ami azt jelenti, hogy érünk össze. Viszont egyértelmű, hogy sok mindenem még javítanunk kell, de összességében úgy gondolja, hogy örülni kell a győzelemnek, és menni tovább, és a következő nagy harcokra készülni. Zsófi, gratulálunk a győzelemhez. Hát igen, meg kell küzdeni, hogy nagyon. Igen, hát úgy gondolom, hogy örülnünk kell a győzelemnek. Tudtuk, hogy nehéz lesz. Bíztam benne, hogy nem ennyire. Ez szerintem nem azon múlik, hogy játszik egy játékosunk vagy sem, az ellenfélből is hiányzott egy húzó játékos. Nagyon örülök a győzelemnek, már azért mégiscsak ez a fontos, és tényleg, ahogy a Körbi is mondta, voltak olyan dolgok, amikor szépen jó dolgokat csináltunk, ami előre mutat arra, hogy tényleg már jobban érezzük egymást és csapat vagyunk, viszont a védekezésünkben ennek sokkal, de sokkal többször meg kell mutatkoznia, és nem történhet meg, hogy 15 támadó lepattanót szed egy csapat ellenünk. De ahogy mondtam, a győzelem a lényeg, és próbálunk ebből építkezni. Nagyon harcos mérkőzés volt. Mi múlott ma ez a találkozó? Közel tud a győzelemhez? I think they got a lot of easy baskets at the end. We broke down a little bit in defense. We could have did a better job securing the rebound. And it was just a little bit of lack of focus on our end. Azt gondolja, hogy a végjátékban pár könnyű kosarat engedtünk, egy kicsit kiengedett a koncentrációnk, kicsit hagytunk egy pár támadó lepattanót, második esélyt, és talán ez a kis különbség pont ott áll a mérkőzésben. Attila, én azt gondolom, nagyon jól sikerült felkészülni a te játékából, és ez 3-4-en keresztül működött is. Mi múlott a végjáték? Tehát mi nüanszokon úgy láttam? Bocsáss, mert nem téged akarok megbántani a válaszsal, de csak annyit fűznék hozzá a mérkőzésre, hogy ezt mi ma itt nem nyerhettük meg. És ennyi a kommentárom.